köszöntöm nézőinket, önök a Tolna Táj Televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Elszaladt a lovuk, verekedni kezdtek, felelőtlen állattartó családtagjai támadtak rá egy autósra és feleségére. Fejlesztések Dombováron, 120 millió forintból korszerűsítik a rendelőintézetet. 10 milliókat lopott az asszony, egy férfi ismerősét károsította meg. Hatalmas fogás, 83 kg-os harcsalkat forogra. Lószaladt egy autó elé Szekszárdon, az állat gazdája az ütközés után rárontottak a sofőre és a feleségére. A férfi azt mondja, attól féltek, meglincselik őket. A támadásnak végül két polgárőr és a rendőrök vetettek véget. Ide csapkodott neki a feje, és akkor ugye ezt a sérülést okozta, mert gondolom, hát ugye, hát ez egy dolognak súlya van. Fékezni is alig volt ideje, olyan gyorsan termett a házból kirohanoló ennek a férfinak a kocsija előtt. Az állat rázuhant a járműre. A baleset fényes nappal Szekszárd belvárosában történt, a vasúti pályaudvarnál. Ekkor viszont még nem értek véget a sofőr megpróbáltatásai. A lógazdái ugyanis inzultálni kezdték őt és a feleségét. Szidalmazni, hangosan kiabálni, ütlegelni, követelőzni kezdtek bennünket. Gyakorlatilag kifesztették az ajtót, kinyitották az ajtót, akkor ugye a feleségemet kezdték el bántalmazni. A rendőrök megérkezéséig a sofőr és a párja az erősen sérült kocsijukba zárkóztak. A támadók viszont ez idő alatt is rugdosták a járművet. Tukacs Imre azt mondja, még napokkal az eset után is rémületet éreznek, ha visszaemlékeznek a történtekre. Szerencséjükre két polgárőr épp arra sétált, ők segítettek nekik. Feleségem már sokkos állapotban volt az autóban. Nyilván megpróbáltam őt kimenteni, ekkor érkeztek meg a polgárőrök. Ugye a két siógárdi polgárőr, akinek egyébként nagyon sokat köszönhetünk, mert nagyon határozottak, elszántak voltak az ügy tisztázásában. Gyakorlatilag ők kezdtek el segíteni nekünk. Az ügy miatt rendőrségi nyomozás indult, a ló tulajdonosa ugyanis nem ismerte el a felelősségét. Tukacs Imre autójában több 100 000 forintos kár keletkezett, most abban bízik, hogy a szervizköltséget sikerül kifizettetnie az állatgazdájával. Elhunyt Csillagné Szántó Polixéna, szekszárdi önkormányzati képviselő, a Tolnai megyeszékhely művelődési és oktatási, valamint humán bizottságának korábbi elnöke. Első alkalommal 2006-ban a Fidesz-KDNP jelöltjeként jutott be a közgyűlésbe, aminek haláláig tagja maradt. A megüresedett önkormányzati képviselői szék miatt a Tolnai megyeszékhelyen időközi választást tartanak még idén. Több mint 120 millió forintból újul meg Dombováron a Szabadság utcai orvosi rendelő, erre az önkormányzat pályázaton nyert forrást. A munkálatok során az épület homlokzati hőszigetelése, a nyílászárok cseréje és még számos külső, illetve belső felújítás készül el. A ledomlott műszaki és higiéniás állapot tette indokoltá a Dombovári Szabadság utcai rendelő épületének felújítását. A több egészségügyi alapellátási tevékenységnek helyt adó ingatlan fűtési rendszerét és klimatizálását is elvégzik a projekt részeként. A település önkormányzat ezt két fázisban valósítja meg, a munkálatok első fele meghaladja a 120 millió forintot, mondta a város polgármestere. Topos forrás kereteiből tudjuk finanszírozni ezt a beruházást. Sajnos még csak az első ütemnek a pénzügyi forrásai teremtődtek meg, de második ütemnek is már a feltételes közbeszerzése megtörtént, és arra is megvan a kivitelező. Szerencsések voltunk, hiszen mind a két kört ugyanaz a vállalkozó nyerte, így azért nyugodtan nekiállhatott dolgozni. Nekünk már csak az a kívás, hogy a második ütemre megszerezzük a forrást. Reménykedem, hogy a közeljövőben ez a forrás is meg fog érkezni Dombárváros számlájára, és egyszerűen mind a két ütemet meg be tudjuk fejezni. A projekt keretében az épület általános felújítására kerül sor, valamint akadálymentesítése is megvalósul. A második legnagyobb járóbetegellátó intézményben számos orvosi szolgáltatás kapott helyet, amelyek a felújítás idejére új helyre költöznek. A legnagyobb kihívást a fogorvosi eszközök áttelepítése okozta. Csak az orvosok költöztetése eddig több mint 10 millió forintba került a városnak. Ezzel a költségekkel ebben a volumenben mi nem számoltunk, egy szerényebb összeggel, de azt gondoljuk, hogy a beruházás, amely itt megvalósul és létre fog jönni, azon túlmenne, hogy felújítjuk ezt a rendelőt, át is alakítjuk, hiszen eddig a két körzetet ellátó házi orvos egy rendelőben rendelt, most kialakításra kerül még egy orvosi rendelő, egy közös áróval. Az épület modern fűtést és központi klímát kap, aminek a tervek szerint legkésőbb jövő nyárra kell elkészülnie.
Naponta átlagosan 500 hatásértőt fognak el, de időnként még ennél is többen próbálkoznak átjutni a határon, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán. Bakondi György jelentősnek és bonyolultnak nevezte a migrációs helyzetet, olyannak, mely láthatóan nem fog mérséklődni, sem pedig javulni. Súlyos bűncselekménynek nevezte az embercsempészetet, és azt is, ha az illegális bevándorlók fizikai erőszakot alkalmaznak, miközben átlépik a határt. Felhívta a figyelmet, hogy az idén már 120 ezer embert és 900 embercsempészt fogtak el a határon. Ez körülbelül háromszoros növekedés jelent az illegális határátlépők számában, az előző év azonos időszakával összehasonlítva, míg az embercsempészek száma megduplázódott. A NAV Tolna megyei adó és vám igazgatóságának munkatársai ezen a héten az élelmiszerüzleteket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Vizsgálatokra Szekszárdon, Bonyhádon, Bátaszéken és Dunaföldváron kell számítani. 15 millió forintot és 5000 eurót lopott el egy nő az egyik férfi ismerősétől Bátaszéken. A pénzből azonnal vásárolni kezdett, ékszereket vett belőle. Rendőrségi fotókon az aranyékszerek és a rengeteg pénz egy része, amit az asszony lopott el. Egy férfi ismerősének a házába tört be Bátaszéken. Az áldozat éjszaka a munkából hazaérve vette észre, hogy valaki közel 20 millió forintot vitt el tőle. Néhány fél kettő körül telefonon tett bejelentést egy 54 éves bátaszéki férfi. Elmondta, hogy nem sokkal azelőtt érkezett haza a munkából, és azt tapasztalta, hogy a házába betörtek. Az ismeretlen tettes a bejárati ajtót befeszítette, és a lakásból eltulajdonított egy pénzkazettát, benne 15 millió forint és 5000 euró készpénzzel. A rendőrök azonnal nyomozni kezdtek, ekkor került képbe az asszony, aki korábban többször is járt az áldozat házában. Egy helyi nőre terelődött a gyanú, aki az elkövetéssel kapcsolatba hozható. A nőt elszámoltatták, aki kezdetben tagadta a lopás elkövetését. Több ingatlanban kutatást hajtottak végre kollégáink Bátaszéken, ott több mint 12,5 millió forintot, illetve nagy mennyiségű aranyékszert foglaltak le. A nő ellen végül lopás gyanúja miatt kezdtek nyomozni, a rendőrség azóta kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. Életbe lépett az országos tisztifőorvos által szombat évfélig elrendelt harmadfokú hőségriasztás. Az előrejelzés szerint a következő napokban többfelé 35 Celsius fok feletti, helyenként akár 40 Celsius fok közeli csúcsértékeket is mérhetnek, és sok helyen még hajnalban is 20 fok felett alakul a hőmérséklet. Az országos tisztifőorvos akkor rendeli el a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon eléri vagy meghaladja 27 Celsius fokot. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben arra kérte az embereket, hogy a nagy melegben fokozottan ügyeljenek a folyadékbevitelre, ezen kívül 11 és 15 óra között lehetőség szerint húzódjanak árnyékba. Kapitális, mintegy 83 kg-os szürke harcsa akadt Nikl Béra horgára Dunaföldvár közelében. A harcsát, mely úgy tűnik, hogy a Duna magyarországi szakaszán pergetve fogott a legnagyobb példány, a horgász mérés után visszaengedte a Dunába. De jó, hát, ja, le van 82 kiló, 980. Közel 83 kg-ot mutatott a mérleg a hatalmas méretű szürke harcsa alatt. A hal a Duna-Paksi szakaszán Dunaföldvár közelében június 30-án este 8:30-kor akadt Nikl Béla horgára. Két óra múlva, olyan 10:30-11 óra felé sikerült csónakba emelni a halat, úgyhogy hát egy darabig egyedül voltam, és aztán eljött a kisfiam a kenuedzőjével, ők jöttek segíteni a kis mentőcsónakjukkal, hozzákötöttük, és akkor úgy együtt sikerült aztán csónakba emelni ezt a nagy halat. Nikl Béla elhatározta, hogy visszaengedi a halat a Dunába, ám mert éjszakában nyúlt a horgászat, lepányvázta a harcsát, figyelve, hogy ne sérüljön meg, mert reggelre szerette volna mérni a súlyát. Engem a súlya érdekelt, akkor egész életemben azon spekulálok majd, hogy mekkora volt, és beírtam a fogási naplóba, mert a törvény előírja, hogyha én ezt a halat ezt szágba teszem, vagy kikötözöm, akkor onnantól kezdve be kell írnom. És felhoztam ide, van itt egy csónak kikötő, ott kikötöztük éjszakára. Még 3:30-kor még visszajöttem megnézni, hogy minden rendben van a hallal, nem esetleg nem döllött meg, vagy hát nincs-e baja, egy kicsit aggódtam érte. Aztán 9 órakor összejöttünk itt a Dunaparton, itt a Dunaföldvári Dunaparton, és hoztak egy ilyen digitális mázsát, és azon megmértük, és ugye ott hát láttuk, hogy milyen óriási.
Néhány fotó elkészülte után a hal visszaúszott természetes élőhelyére. Engedjétek el! A Magyar Országos Horgászszövetség vezető tisztviselője szerint a magyarországi Duna szakaszon pergetve fogott legnagyobb harcsa lesz majd a Néklőbb Béla által fogott hal, amennyiben a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete által kiállított igazolólapon szereplő adatokat elfogadják. Ez is azt igazolja, hogy azért ritka az ilyen hal. Én 50 kilósat fogtam, de hát nagyon 10 évente adódik ilyen, sőt, hát nem is tudom, de ritkán nagyon. Tehát kevés van, biztos, hogy kevés van. Mire túlél egy ilyen hal ennyi időt, hogy ekkorára megnőjön, annyi mindent át kell élnie, hogy biztos, hogy vagyok benne, hogy ritka azért. Niklő Béla 35 éve horgászik, mint mondja, a mindene a Dunaföldvári szakasza. Egy héten 2-3-szor a vízen tölti a szabadidejét, és horgászüzlete is van. Nagy feladatok hárulnak idén a szekszárdi utánpótlás nevelő futballklub frissen kinevezett klubigazgatójára, Vizdár Zsoltra. A Tolnai megyeszékhely felnőtt csapatai ugyanis ősztől már NB1-ben és NB3-ban is indulnak. A jövőbeni terveiről számolt be az új vezető. Új pozícióban folytatja a szekszárdi utánpótlás nevelő futballklubnál Vizdár Zsolt. A korábbiakban már edzői és sportigazgatói pozíciót is betöltő szakember, a nyártól már klubmenedzserként vállal szerepet az egyesületben. Vizdár Zsolt elmondta, a továbbiakban nem fog megjelenni sportvezetői szerepben, sem az utánpótlás, sem pedig a felnőtt csapatoknál, de tudásával és szakértelmével továbbra is igyekszik támogatni a klubnál dolgozó edzőket. A szervezés és a kapcsolattartás lesz a fő feladataim között. Mindenféle szervezés, ami az egyesülethez fog tartozni, az körülbelül hozzám fog tartozni, közösen a kollégákkal, meg az elnök úrral nyilván egyeztetve. Kapcsolattartás ugye az elnökségi tagokkal, a támogatókkal, régi támogatók megkeresése, régi új támogatók visszacsábítása. Hozzátette, a városi rendezvényeken való megjelenés, a klub promotálása és vonzóbbá tétele is a feladatai közé fog tartozni. Mivel a szekszárdi UFC az utánpótlás nevelésre fekteti a legnagyobb hangsúlyt, így fontos, hogy minél több iskoláskorú gyermek körében népszerű sportegyesület legyen. Amiben tudok segítek, a Micskó Márka is egyeztettem már, hogy egyszer-kétszer be fogok neki is segíteni mind az utánpótlásban, mind akár a felnőtt csapatnál. Ezen kívül az NB3-as csapatnál annyiba segítkezek, hogy vannak játékosok, klubok is, akik már engem megkerestek, hogy ide jönnének, és akkor én azt ugye a Turi Zsolttal egyeztetve, hogy van-e esetleg szükségünk a játékosra, ilyen típusú vagy olyan típusú játékos, mi az, ami nekünk kellhet. Összetett feladatok várnak az elkövetkezendő idényben Vizdár Zsoltra, akinek az NB1-be frissen feljutó női csapat támogatása is kulcsfontosságú lesz. Regionális híreink következnek. Csökkent a közúti balesetek száma a tavalyhoz képest, figyeljünk jobban a délutáni csúcsban. Learatták a mákot, drága, de megéri termeszteni az étkezési célú növényt. Élményekkel teli táborok, több tízezer gyermek pihent a Balatonnál. Kevesebb személyisérüléssel járó közúti baleset történt Baranya megyében idén a tavalyi évhez képest. A halálos balesetek szám azonban emelkedett, viszont az ittas vezetők által okozott balesetekből idén mostanáig kevesebb volt. A rendőrség több mindenre felhívja a figyelmet az előttünk álló nyár veszélyeivel kapcsolatban, ami főleg a gépkocsikkal közlekedőket érintheti. Magyarországon évtizedek óta zéró tolerancia van érvényben. Aki ittas állapotban vezet, annál egyértelműen csökken a biztonságos járművezetés képessége, akkor is, ha esetleg másként érzi, úgy érzi, hogy semmi hatása az alkoholnak, tájékoztatott Almásiné Gerényi Brigitta, a Baranya megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési referense. Az ittas állapot közrehatása miatt a bekövetkezett személyi sérüléses balesetek száma az előző év azonos időszakához képest csökkent, és az ittas állapotban okozott balesetek aránya is csökkent. Az ittas állapotban tavaly 14 könnyű, 6 súlyos és 1 halálos baleset történt, idén viszont 15 könnyű, 1 súlyos és 1 halálos kimenetelű balesetet okoztak.
Baranya megyében 2022 első felében, július 18-áig a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma a tavalyi évhez viszonyítva 4,47%-kal, vagyis 246-ról 235-re csökkent, tette hozzá a Baranya megyei RFK munkatársa. Azt is elmondta, a halálos kimenetelű balesetek száma 5-tel, azaz 5-ről 10-re nőtt. A súlyos kimenetelű balesetek száma stagnált, míg a könnyű sérüléssel járó balesetek száma csökkent. A sérüléses balesetek legfőbb okai a gyorshajtás, az elsőbség nem megadása és a szabálytalan kanyarodás volt. A balesetek bekövetkezésének ideje szerint a legtöbb közlekedési baleset a délutáni csúcsforgalomban 12 és 18 óra között következett be. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési referense felhívja a figyelmet, hogy aki nem bírja a nagy meleget, az inkább ne üljön volán mögé. Ha nagyon muszáj, akkor kipihenten tegye meg. Folyadék mindig legyen az utazónál a hőségben. A legfőbb szabály, soha ne hagyjon gyermeket, házi kedvenced az autóban, mert a magas hőmérséklet halálos lehet. Fontos a türelem, kissé lassabban vezessünk, és tartsunk nagyobb követési távolságot. A Somogy megyei osztópán határában aratják az étkezési mákot. A növény termesztése jól jövedelmező, ugyanakkor nem olcsó. Egy régi TX66-os kombájn is segítette a mákaratást a cégcsoport osztopáni termőföldjén. Tökéletes tartály kialakítása miatt talán ez a típus az egyik legalkalmasabb a mák begyűjtésére. Máknak azt, hogy megfelelő érés állapotba került, így állapíthatjuk meg, hogy egy-két gubot szétmorzsolunk, és megnézzük, hogy a szemek megfelelő színezetűek. A családi vállalkozás a búza, a kukorica, a napraforgó és repce mellett azért vágott bele a mák termesztésébe, hogy színesítse a gazdaság portfólióját. Idén azonban, reagálva a megváltozott piaci helyzetre, csökkentették a termőterületet a korábbi 70-ről 40 hektárra. A magas gabona felvásárlási árak miatt ugyanis kevésbé éri meg mákot vetni, mint búzát. Bár most ideális volt a csapadék mennyisége, és a napsütés is kellő mértékben segítette a növény fejlődését, ám ez nem mindig volt így. Előfordult, hogy a termés jelentős része felázott és tövestől kifordult. Az idei év a máktermesztés szempontjából szerintem a közepestől egy kicsit jobbnak mondható. A mák őshazája ugye Irak térsége, és azt jelenti, hogy jobban bírja ezeket a száraz időket. A védekezésben is szerintem kulcsfontosságú, hogy ne legyenek hatalmas esőzések, hiszen a gombabetegségek ellen így kevesebbet kell védekeznünk. A mák igazi ellensége a kiszámíthatatlan időjárás mellett a pipacs. Hogyha ez bekerül a magba, ennek a magja, ennek az uzaléka termése, az nagy mértékben rontja az étkezésre szánt máknak a minőségét. A peronoszpóra és az állati kártevőkön kívül a gazdáknak óriási hangsúlyt kell fektetniük a gyomírtásra is, ami nem egyszerű feladat. Éppen ezért szakértelem, tapasztalat és sok szerencse kell a mák termesztéséhez. Sajnos a máknak van egy rossz tulajdonság, hogy nagyon kicsi a gyomelnyomó képessége. Most, hogyha nem használunk gyomírtószert, akkor kapálni kell. Most az nagy területeken nem kapálják meg a mákot, költséges a gyomírtás, oda kell figyelni a gyomokra, tehát a gyomírtószerekre is érzékeny. Hogyha ezek a tételek nem sikerül ezeket megoldani, akkor nagyon nagy veszteséggel működik a mák termesztésünk. Magyarországon az étkezési mák vetési területének nagysága meghaladja a 7600 hektárt. A hazai, így a somogyi termés iránti keresletet ugyanakkor jelentősen befolyásolja a cseh és a török import mák nyomotára. Konyhai felhasználása mellett a gyógyszeriparban is fontos szerepe van. Magas kalcium tartalma például segíti a fogak és csontok egészségének megőrzését, valamint csökkenti a koleszterin szintet. Vízisportokkal, foglalkozásokkal és kulturális programokkal várják a gyerekeket a balatoni nyári táborok. Fenyvesen 1500, az Ánkai és a Fonyód Ligeti Erzsébet táborokban pedig 35 000 fiatal kapcsolódhat ki. Az én apám úgy nevelt, mint a szép, halkan fújt, énekelt, úgy mesélt. A gyerekekkel együtt énekelte slágerét Pápai Joci a balatonfenyvesi bárkatáborban, ahol idén 1500 fiatal vakációzhat. A táborban a belső értékeké a főszerep. Bízni a másikban, meghallgatni a másikat, ne legyünk tiszteletlenek a másikkal.
A magyarországi református egyház 6500 hátrányos helyzetű vagy nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermeknek biztosítja a nyaralását, immár 5 éve a Balatonnál. Nem csak anyagi lehetőséget nyújt, hanem lelki lehetőséget is, hogy olyan emberek vannak, akik egész évben is kapcsolatban vannak ezekkel a gyerekekkel, és azt a szeretetet, amit ők is az Úristentől kaptak, azt továbbadják nekik. Na most, hogyha forr, akkor most ez meleg vagy hideg? Hideg bizony, nagyon-nagyon hideg. A Fonyódligeti Erzsébet táborban a rengeteg program között például tudományos kísérletekkel is megismerkedhetnek a gyerekek. Nekem is nagyon tetszett a sétahajózás, meg a tegnapi bemutatkozós buli, meg itt a bogarak is ilyen érdekesek igazából. A szervezők élményekkel teli kikapcsolódást kínálnak. Közös játékkal, tánccal és tornával kezdődött a programja annak a 200 kárpátaljai gyereknek, aki az Ánkai Erzsébet táborba érkezett. Nagy Alex Gát településről jött. Azt mondta, mind nagyon boldogok, hogy a Balatonnál lehetnek. Remek érzés úgy Magyarországon lenni, mint a Balatonnál. Mindenki nevéből beszélhetek, aki velünk van, hogy szeretünk itt lenni, és tényleg igazán jó. Láttatok-e már igazán jól táncoló pingvin? Kísérő tanáruk azt mondta, visszatérő vendégek, és már nagyon várták, hogy újra itt lehessenek. 2 évig ugyanis nem tudtak jönni a koronavírus járvány miatt, most viszont a háború nehezíti meg az életüket. Nagyon jó nekik kiszakadni most a mindennapokból, és ugye itt kikapcsolódni, és tényleg gyereknek lenni, és csak azzal foglalkozni, hogy itt legyenek, és a programokon részt vehessenek. Hamarosan ukrán menekült gyerekek is érkeznek a táborba, mondta a kormány szóvivő. Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, a fiatalok némi megnyugvásra és biztonságra lelhetnek itt. Azok, akik önhibájukon kívül egy ilyen nagyon nehéz helyzetbe kerültek, azoknak tudjunk segíteni, és ha ezt például most azzal tudjuk megtenni, hogy a kárpátaljai magyar családok itt tudják biztonságban egy hétre a gyerekeiket egy táborban, vagy az ideérkező menekült gyerekeknek is tudunk egy feszültségmentes, biztonságos kikapcsolást nyújtani, akkor azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos. Az Erzsébet táborokban évről évre több tízezer itthoni és határon túli diák nyaralhat. Kézműves foglalkozás, vásár, légvár és még számos program várta a helyieket a Romonyai Nemzetiségi Családi Napon. A település német önkormányzata szervezésében kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a kedvükre való elfoglaltságot. Az egész napos rendezvényen pedig egy különlegességet is láthattak a résztvevők. Többek között fajátékokat, csuhébabákat, szőtteseket is láthattak azok, akik ellátogattak Romonyára. A Német Nemzetiségi Önkormányzat ugyanis családi napot szervezett a Baranyai településen. A kézműveseket és népi iparművészeket munkaközben is megfigyelhették a résztvevők, sőt vásárolhattak is a portékából. Az alkotók mind a Kaptár Egyesület tagjai. Több helyszínen volt már a székhelye az Egyesületnek, most az a jövő, hogy itt ebben a faluban, ezen a településen tudjuk a gyökeret verni, és megpróbálunk itt népi hagyományokra építve olyan kézműves mesterségeket bemutatni, ami még élő itt nálunk. A családok saját kezükkel is készíthettek különböző tárgyakat, a gyerekeknek pedig légvárral és vízifocival készültek a szervezők. Az egész napos programok során az ebéd sem maradhatott ki. Az ízek magukért beszéltek, és a babgulyásból nem is maradt semmi. És itt vannak az állatmentőink is, akikkel is szoros kapcsolatot ápolunk, tehát eljönnek a rendezvényeinkre, kutyákat lehetett sétáltatni, és a gyerekeké ott a főszerep, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezen a családi nemzetiségi napon mindenki megtalálhatta azt, ami neki a legjobb. Mindezek mellett egy különlegességgel is gazdagodott a helyi német önkormányzat. Gál Erzsébet festőművész egy egész alakos családi képet ajándékozott a szervezőknek, amelynél fotókat is készíthettek a látogatók, de az alkotó más képeit is megcsodálhatták az érdeklődők. Végül mutatjuk fő Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Elszaladt a lovuk, verekedni kezdtek, felelőtlen állattartó családtagjai támadtak rá egy autósra és feleségére. Fejlesztések Dombováron, 120 millió forintból korszerűsítik a rendelőintézetet. 10 milliókat lopott az asszony, egy férfi ismerősét károsította meg. Hatalmas fogás, 83 kg-os harcsákat forogra.
Csütörtökön magas szintű felhőzet szűri időnként a napsütést, gyenge mérsékelt marad a légmozgás, tovább melegszik a levegő, éjszaka csillagfényes, nyugodt idő lesz. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Már köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!